Puski Művelődési Ház hangulatosan berendezett gyertyafényes udvara a helyszíne az ingyenes zenés nyári esteknek, ahova családokat, baráti társaságokat várnak a szervezők. Szerettünk volna egy különleges dolgot kitalálni, itt egy újdonságot a Puskinba, és mivel ez az udvar, ez adott volt, és egy remek lehetőség, ezért gondoltuk, hogy itt a helybelieknek valami jó pofa kis zenés műsort kitalálunk, és itt a nyári időszakra próbáljuk egy kicsit a hangulatot is feldobni, egy kis latinos zenével, mediterrán környezettel, és reméljük, hogy egyre többen lesznek, és mindenki jól érzi majd magát. Gyerekeseknek kikészítettünk társas játékot, a gyerekek így játszhatnak, de lehet szimplán zenét hallgatni, beszélgetni, táncolni is akár, tehát mindenki, ahogy jól érzi magát. A gitárosunk Pec Bálint, aki Budapestről érkezett, és többek között ez a Válival is fellépett, tehát egy rendkívül jó muzsikusról van szó, érdemes meghallgatni. A programot adománygyűjtéssel is összekötötték a szervezők. Gondoltunk azokra is, akiknek nem ilyen vidám az életük. Hajléktalanok számára gyűjtünk igazából, lehet pénzadományt is, de aki nem szeretne, nagyon szívesen várjuk a sapkákat, kesztyűket, egyéb meleg holmikat, hogy gondoljunk a rászorulókra is. Ennek a kezdeményezésnek íze van. Bánindán egyre több olyan rendezvény van, ami nem csak jó, meg szép, hanem ízes. Ami azt jelenti, hogy ránk van szabva, a mi hangulatunkra, a mi kedvünkre, és igazodik ahhoz a belső lokál patriotizmushoz, ami Bánhidán remélem, hogy még inkább fellángol, az újonnan ide költözők, az új lakásokat építők, és a régen itt lakók között együtt, hiszen itt beszélgetni lehet, hiszen itt meg lehet inni közösen egy sört, a gyönyörű szép fák alatt, retro bútorokon, amelyeket a bánhidaiak adtak össze, csodálatos zenével, jó hangulattal, fantasztikus, jó dolog. Ennek van értelme, nagyon fontos, hogy járdák, utak, parkolók épüljenek, de igazából szerintem attól város egy város, hogyha ilyen közösségi rendezvények vannak, ahol az emberek egymás mellé leülhetnek, beszélgethetnek, megihatnak egy limonádét vagy egy sört, megoszthatják egymással az örömüket, bánatukat. Tehát szerintem ezek a legfontosabb beruházásaink. Zenés nyári est a Puskinban legközelebb augusztus 29-én lesz.